Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Agóra kísérletezős videósorozatában. Ebben a videóban azt szeretném nektek bemutatni, hogyan tudjuk legegyszerűbben megemelni a rizssel töltött üveget egy fakanál segítségével. Nyugalom, nem egyensúly gyakorlat lesz. A kísérlethez szükségünk lesz egy hosszúkás rizssel töltött edényre és egy fakanálra. Mint az előbb is említettem, nem a fakanálon fogjuk egyensúlyozni a rizssel töltött üveget, hanem a fakanál nyelét fogjuk használni oly módon, hogy beleszúrjuk azt a rizses üvegbe. Tapasztalhatjuk, hogy a fakanálnál fogva a rizssel töltött üveg könnyedén megemelhető. Ennek az az oka, hogy amikor beleszúrjuk a rizsbe a fakanalat, a rizsszemek, illetve a fakanál között fellépő tapadási súrlódási erő akkora lesz, hogy ez az erő képes könnyedén a helyén tartani a nyelre húzott rizses üveget. A tapadási súrlódási erő nem az érintkező felületek nagyságától függ, hanem az őket összenyomó erőtől. Tehát jelen esetben attól, hogy mekkora szorító erőt tudunk létrehozni a rizsszemek és a nyél között, ezért érdemes a kísérlet előtt minél inkább tömöríteni az üvegbe töltött rizst. Köszönöm, hogy velem tartottatok! Amennyiben ti magatok is szeretnétek elvégezni a kísérletet, kérjétek hozzá felnőtt segítségét, ha pedig több érdekességre is kíváncsiak vagytok, látogassatok el a honlapunkra, és kövessétek a Facebook oldalunkat. Sziasztok!